A Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják, köszöntöm Önöket. A KSH előzetes adatai szerint 2001. 9 hónapjában az export 5540 milliárd forintot, az import 6290 milliárd forintot tett ki. A kivitel forint értéke 34%-kal, volumene 22%-kal haladta meg az egy évvel ezelőtti szintet. A behozatal ugyanezen időszakban folyóáron 35%-kal, volumenét tekintve 20%-kal nőtt. Az áruforgalmi mérleg hiánya 760 milliárd forint volt, 240 milliárd forinttal több, mint 1999 azonos időszakában. Országosan egyedülálló fórumot rendeztek Pécsett a Városházán, az önkormányzat és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A multinacionális kereskedelmi vállalatok betelepülését ellenző kiskereskedők ugyanis személyesen mondhatták el problémáikat a városvezetés, a kamara, valamint a címderi tömböt hasznosító beruházó, az IC képviselőinek. A kiskereskedői fórumon elsősorban azok a belvárosi üzlettulajdonosok vettek részt, akik már a nyár folyamán kezdeményezték egy hasonló rendezvény megszervezését. Kérvényükkel akkor a városvezetéshez fordultak. Ennek a folytatása a mai nap, ahol elkezdtünk beszélgetni, mégpedig a partnerség elvén, hogy kölcsönös partnernak tekintjük egymást. Nem ellenfelenként vitatkozunk, hanem együttműködő partnerként egymás érdekeit figyelembe véve, hogy tudunk egymás érdekeiben olyan történeteket kitalálni, aminek a következménye, hogy az önkormányzatnak is és a kiskereskedőnek is jó. Az üzlettulajdonosok megismerhették a város tavaly elfogadott kereskedelemfejlesztési koncepcióját, amely a kiskereskedők számára a megnövekedett konkurenciával szembeni offenzívát javasolja, vagyis hangulatos, a belváros légköréhez igazodó üzlet vezetését. Ezt segítheti elő a német ECE projektfejlesztő cég, amely mintegy 150 millió márkás beruházással egy 80-100 üzlethelyiséget magában foglaló bevásárlóközpontot fog építeni a címderi tömb helyén. A mi módszerünk lényege az, hogy egyféleképpen működhet jól egy ilyen koncentrált kereskedelem, hogyha a működtetők és a bérlők maximálisan együttműködnek. Ennek az az alapfeltétele, hogy mi ismerjük azt, hogy mi az igénye a városnak, milyen típusú termékekre van szükség, mi az a forgalom, ami elérhető, és folyamatosan figyeljük, elemezzük, hogy valóban azt a forgalmat elérik-e a bérlőink, amit célul tűztek ők is ki, és mi is, illetve próbálunk olyan rendezvényeket csinálni, ami az emberek számára érdekessé teszi magát, az egész épületet, a választékot, és ez segíti a kereskedőket ahhoz, hogy megfelelően, eredményesen dolgozzanak. A következmények a tapasztalataink szerint nagyon egyértelműen foglalhatók össze. A bevásárlóközpontok megjelenése a városok belsejében a normál kiskereskedelem növekedését is magával vonza. A fórumon megjelent kiskereskedők nem is az ehhez hasonló bevásárlóközpontokat, hanem a hiper és szupermarketeket üzemeltető multinacionális cégeket ítélték el. Alapvető probléma az, hogy Pécsett, Baranyába több a kereskedő és a vállalkozó, mint amennyire szükség lenne. A fizetőképes kereslet behatárolt. Nem tud mindegyik úgy megélni egzisztenciálisan, ahogy szeretnének. És ezért miben látják ők okot? Abban, hogy olyan nagy multi cégek kérnek letelepedési engedélyt Pécsett, akik úgy érzik, hogy elveszik a kenyerüket. Emellett a kiskereskedők kifogásolták a multik hosszú nyitvatartását, és kiemelték, hogy véleményük szerint a szupermarketek gyakran a vásárlók megtévesztését célzó akciókat hirdetnek, ezzel a kisebb cégek amúgy is meglévő versenyhátrányát tovább fokozzák. A felmerült problémák összegyűjtése alapot adhat a további érdekegyeztető munkához. Elkezdődött egy párbeszéd egymás tiszteletbe tartásával, és elkezdődött egy olyan folyamat, amelynek a megoldása az lesz, hogy a kiskereskedők is megtalálják az őket megillető helyet ebben a kereskedelmi palettában. Oktatás és tanácsadás minőségbiztosítása. Ez a fő tevékenysége annak a pécsi cégnek, amely jelenleg 25 üzleti partnerrel áll kapcsolatban. A regionális minőségbiztosítási központ ma két oklevet is átvehetett a METESZ pécsi székházában.
Az Európai Uniós elvárások szerint legalább 20 pontba szedhető az a minőségi követelményrendszer, amelyet most teljesített ez a pécsi cég. A rendezvényen átadták a Magyar Szabványügyi Testület oklevelét, valamint egy nemzetközi tanúsítványt is. Ami a partnerrel kapcsolatos és a partner működésével kapcsolatos szakmai követelmények teljesítését, ez föltétlenül ez a kettő, amiről itt beszélnünk kell. A minőségügyi rendszer kiépítése egy évig tartott, amiről folyamatos képzéssel gondoskodtak az intézmény munkatársai. Ezt követően hívtuk meg a Magyar Szabványi Testületet azzal a céllal, hogy tanúsítsa minőségügyi rendszerünket, tanúsítsa azt, hogy minőségügyi rendszerünk megfelel a nemzetközi szabványnak. A világon eddig 100 000 minőségi rendszert igazoló bizonyítványt adtak át. A cél, hogy az ipari és szolgáltató területen dolgozók is egységesen, magas színvonalon tevékenykedjenek. A munkaügyi tanácsok most tartották 10. országos konferenciájukat Szegeden. Vendégünk Hídvégi Péter, a Baranya megyei munkaügyi központ igazgatója. Köszöntöm a stúdiómban. Én is köszöntöm a hallgatókat. Ön részt vett ezen a konferencián, amelyet nagy várakozás előzött meg, hiszen átalakítják a munkaügyi szervezeteket. Ugye itt arról van szó, hogy a megyei szervezetek helyett regionális intézmények jönnek létre. Mi a munkaügyi tanácsok véleménye erről? Hát igencsak megoszló a munkaügyi tanácsok véleménye, ahogy ezt Szegeden is tapasztaltuk ezzel az átalakítással kapcsolatban. A háttérben és az alapvető információ ezzel kapcsolatban, ami elhangzott Szegeden is, az, hogy egy gazdaságpolitikai váltás zajlott le. A nyár folyamán a munkaerőpiaci szervezet a gazdasági minisztériumhoz került, és egyben azt is szeretné elérni a tárca, hogy a foglalkoztatás politika a gazdaságpolitika részeként kerüljön kezelésre, és kerüljön hát, támogatásra is a jövőben. Ennek az átfogó koncepció váltásnak egy része tulajdonképpen a régió átalakítása, amely tulajdonképpen összhangban van azokkal a törekvésekkel, amelyeket hát más területen is most a 2002-2003-ig a kormányzat szeretne megvalósítani. A probléma nem is ezzel van, hanem a sebességgel, ennek a sebességével, ennek az ütemével és a megvalósítás módjával. Hát egyrészt talán kicsit gyorsnak lehet nevezni, ez a munkaügyi tanácsok véleményéből is kiütközött. Másrészt a másik probléma a megyéknek a szerepe nem tisztázott ebben a folyamatban. Van egy olyan koncepció, amely a megyéket teljesen megszüntetné, mint irányító szintet a munkaerőpiaci szervezetben. Vannak olyan koncepciók is, viszont több is van terítéken ezek között, amelyek a megyét, mint közbülső szintet, mint területi szintet hagynák meg. Való igaz, hogy a nagy régiók, hát a statisztikai nagy régiók után a kirendeltségek szintje túlságosan messze van egymástól, úgy néz ki, túlságosan messze vannak ezek a szintek, és igen nagy számú kirendeltséget kellene egy nagy régió központból kezelni, igen nagy problémákat vethet föl a munkaerőpiaci alapnak a kezelése a 3 megyére vonatkozóan, hiszen mindenütt a régiókban nagyjából a Budapestet és tehát a Pest megyét kivéve 3 megye együtteséről van szó. Igen nagy tömegű pénzeszközök, ezek nagyon sokféle szempontnak, nagyon sokféle variációnak kell eleget tenni a munkahelyi tanácsoknak is, az adott esetben majd felálló régiós munkahelyi tanácsoknak. Félő, hogy ebben a nagy létszámú testületben és ezzel a nagyon sokféle, nagyon szertágazó problémával küzdködve végül is elvésznek majd azok az ügyfelek, úgy munkáltatók és munkavállalók egyaránt, akiket elsősorban szolgálnunk kell. És melyiknek van a nagyobb esélye, melyik változatnak? Hát ez nem derült ki számomra legalábbis ezen a konferencián. Pillanatnyilag még nincs vége annak az egyeztetési folyamatnak, amelynek a végén majd február elején szeretné a kormány beterjeszteni a parlament elő ezt a törvénymódosítást, hiszen a foglalkoztatási törvényt kell módosítani ehhez. És a tervek szerint, ha minden a elképzelés szerint halad, akkor július 1-én vezetné be ezt a változást. Önök azt mondják, hogy ez gyors. Milyen veszélyeket rejt magában a gyorsaság? Hát például a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a fél év közbeni átállás, például a megyei munkaerőpiaci alapok, amelyek ugye 1,1-1,2 esetenként 1,3 milliárd forintot jelentenek megyénként,
ezek zömmel az aktív eszközök. Ezeknek a kezelése, fél éves átállása, amikor ugye már arról lehet szó, és arról kell tárgyalni mindig fél évkor, hogy mennyi az elkötelezettségállomány, mennyi a már elköltött pénz. Nagyon nehéz lesz ezt olyan technikával megoldani, pillanatnyilag nem is látjuk ennek a megoldási módjait, metodusát, hogy egyszerre összevonni a három megye keretét, és végül is működtetni a második fél év során úgy, zökkenőmentesen, hogy az ügyfelek ebből semmit ne vegyenek észre, hiszen ez a minisztérium célja is, hogy az ügyfelek semmiképpen ne érezzék meg ezt a változást. És ugye most a szervezeti rendszer az nagyon jól működik, amire lehet alapozni a döntéseknél, és esetleg felmerül az a veszély, hogy ezt a működést fogja gátolni a gyorsaság, pontosan, vagy zavarni. Pontosan, önök szerint ez mennyi időt kéne, hogy igénybe vegyen egy ilyen átalakítás? Hát egy másfél év hangzott el a munkahelyi tanácsok értekezletén is, ami úgy optimálisnak tűnik. Elhangzott továbbá hát az érv is, hogy tulajdonképpen a gazdasági minisztérium egy olyan szervezetet kapott a munkahelyi központok hálózatával, amely nagyon sok információra ad lehetőséget számára, nagyon sok programhoz, nagyon sok fejlesztési elképzeléshez, például a Széchenyi tervhez is felhasználható ez a működő szervezet. Míg hogyha egy ilyen mértékű átalakítást elkezdenek és végrehajtanak a szervezetben, az mindig tapasztalatból tudjuk, hogy bizonytalanságot adott esetben a szervezetnek a kapacitás csökkenését okozza, még akkor is, ha létszám csökkenéssel nem jár. Nem biztos, hogy célszerű ez a döntés, ennek a végrehajtása most, és így, ilyen módon, ilyen sebességgel. És ugye az Európai Unióban is van, ahol megvannak a megyei szintek, tehát ez nem kifejezetten Európai Uniós követelmény, bár a regionális átalakításra azt szokták mondani, hogy az Európai Uniós követelmény, de vannak olyan országok Európában, ahol működnek. Igen, csak hát nagyon eltérőek a gyakorlatok Nyugat-Európában is. Vannak olyan országok, ahol nincs megye, de ez történelmi hagyomány nálunk. Ugye 1000 éves hagyománya van a vármegye rendszernek, hasonlóan Angliában, Franciaországban és más országokat is említhetnénk. Ott nem merült fel egyik esetben sem az, hogy ezeket egy adminisztratív döntéssel szüntetnék meg, ezeket a közbülső szinteket. Sőt, az alapvető követelmény az volt, és a követendő metódus, hogy egy szerves fejlődés eredményeként alakuljanak ki a régióközpontok, és azok a feladatok kerüljenek régiószintű döntésre, amelyek valóban indokoltak. Hogy volt ez szó arról, hogy a régióközpontok? A régióközpontok nem publikus a megnevezése. Pillanatnyilag véleményem szerint nincsenek is meg. Olyannyira nincsenek meg, hogy még a főváros sincs megnevezve. Már Kaposvár már egyszer föltette, hogy náluk van a régió. Igen, hát ez valószínűleg egy kis túlbuzgóság volt egy ügyintéző vagy egy informatikus kollega részéről. Azt tudni kell, hogy a Szita úr Kaposvár polgármestere azonnal lépett és levetette ezt az információt a weblapról, és elnézést kért, hogy gyakorlatilag valótlan információt rakott föl. Nincs eldöntve ez még. Politikai egyeztetések és szakmai egyeztetések is folynak ezzel kapcsolatban. A másik fontos kérdés az a minimálbér volt. Mi a munkahelyi tanácsok álláspontja ezzel kapcsolatban? Tulajdonképpen az alapötlettel, a gondolattal mindenki egyetért és támogatja. A probléma ott merül fel a részletekben. Ugye mindig a részletekben van elásva a lényeg, és úgy néz ki, hogy azokkal a kedvezményekkel, azokkal a kompenzációs formákkal, amiket a kormány ígért a minimálbéremelés kapcsán, azokkal vannak problémák. Ugye tudjuk jól, hogy nem olyan mértékű ez, mint amilyen mértékűeket szerettek volna a munkaadók kiharcolni. Már ugye a kompenzáció. A kompenzáció, igen, aminek hát az a következménye és a félelem, hogy néhány ágazat, főleg a könnyűiparban ellehetetlenül, és esetleg további munkanélküliség gerjesztődik. Az OECD-nek most jelent meg az országjelentése Magyarországról, és ők túlzottnak tartják a több mint 50%-os emelését a minimálbérnek, mert attól félnek, hogy esetleg a kis- és középvállalkozások versenyképességet csökken, ugye ez az egyik legérintettebb kör. Hát a veszély valóban fennáll, de van olyan elemzők is, akik azt mondják, hogy
tulajdonképpen ez a minimálbér emelés még mindig a 85-ös szintnek sem felel meg, tehát a magyarországi 1985-ös minimálbér színvonalnak sem felel meg, olyan mértékű volt az infláció egyrészt, másrészt a gazdasági visszaesés következményeként előállott problémák, hogy nagyon sokat vesztettünk. És kétségtelen, hogy abból a 25.500 forintból gyakorlatilag nem lehet megélni, ezt tudomásul kell vennünk, és ennek kapcsán mindenfajta ilyen lépést támogatni lehet. Mi történik, hogyha november 20-áig nem sikerül megegyezni a minimálbérről? Hát a információim szerint abban az esetben a kormány fog dönteni. Na most az érdekegyeztető tanácsban ez is egy feszültségforrás sajnos, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a tanács érdekegyeztető funkcióját kérdőjelezik meg ezzel egyes körök. Én azonban bízok abba, hogy ez a megegyezés előtte még létre fog jönni, sőt még esetleg valami olyan kompromisszum is lehetséges, ami hát ennél esetleg egy kicsivel alacsonyabb minimálbérre is vonatkozhat, és akkor tulajdonképpen, hiszen 35-38 000 forintokról beszélnek, ami még kigazdálkodható bizonyos ágazatokban legalábbis. A többlet pedig hát tényleg a kompenzációból is valamennyi visszatér. Kedden ülésezett a Baranya megyei munkaügyi tanács. Itt pénzeket csoportosították át egyik keretből a másikba. Miért volt erre szükség? Idei utolsó előtti ülését tartotta a munkaügyi tanács, a Baranya megyei. Alapvetően egy eszközünk van, amely egy aktív eszközök közül, amely nem fogyott, amelyre a pénz nem fogyott olyan mértékben, mint ahogy az előző években tapasztalatok alapján szükség volt rá, ez pedig a pályakezdők munkatapasztalat szerzési támogatása. Valószínűleg ebben szerepe van annak, hogy viszonylag csökkent, kevesebb a pályakezdők száma is Baranyában ebben az évben, és nagyon sokan olyan képzési formákban jelentkeztek és nyertek felvételt, amelyek eddig nem voltak, például a félfelsőfokú úgynevezett posztszekundári képzések, valamint hát azt is látnunk kell világosan, hogy bizonyos ágazatokban azért van némi előrelépés, van némi fellendülés, és nagyon sokan el tudtak támogatás nélkül is helyezkedni. És hova csoportosították el? Így erről az eszközről átcsoportosítottunk a képzésekre és a közhasznú munkára elsősorban, a nagyobb volumenben. A képzések az egyik legnagyobb eszköz, illetve a legnagyobb eszköz Baranyában, több mint 400 millió forintot költünk munkaerőpiaci képzésekre ebben az évben. A közhasznú munka pedig hát egy átmeneti eszköz, de nagyon sok esetben jelentős rétegek vannak, akik számára csak ez jelenti azt az átmeneti megoldást is, amely a munkába való visszavezetését jelentheti. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat és tájékoztatta a nézőket. Köszönöm szépen. Gazdasági hírműsorunkat a Mérleget látták. Kérdéseiket szerkesztőségünk képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában, a híradó után.